Holnaptól küldik ki a bankok azokat a leveleket, amelyekben arról tájékoztatják az ügyfeleket, hogy mekkora nyerességre tehettek volna szert, ha a megtakarításaikat állampapírba fektették volna. Erről is egyéb aktuális gazdasági kérdésekről lesz szó a következő percekben, ez ma reggeli első beszélgetésünk. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, Csaba, jó reggelt kívánok a nézőknek, és jó reggelt kívánok mai első vendégemnek, aki az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető kutatója, Pásztor Szabolcs. Jó reggelt kívánok, és köszönöm szépen a meghívást. Indul tehát a bankok kötelező lakossági tájékoztatása. Az adatok szerint a lakosságnál mintegy 7000 milliárdnyi látraszóló bankbetét van. Most ezekkel kapcsolatban miről tájékoztatják a bankok az ügyfeleiket? Nagyon fontos, hogy ugye Magyarországon megváltozott az inflációs környezet, és még mindig egy tetemesebb összeg van egyébként olyan, hát nem befektetésekben, amelyek kevésbé védettek az inflációtól. Ezért úgy gondolta nyáron a kormányzat, hogy egy olyan intézkedést hoz, amely az állampapírok felé, egy magasabb kamatot hozó pénzügyi eszköz felé tereli a szereplőket, tereli a piacot. És hát ugye a kereskedelmi bankok azt a feladatot kapták, hogy tájékoztassák az ügyfeleket arról, hogy mekkora volt a kamatveszteségük ahhoz képest, hogy állampapírba lett volna a pénzük, úgyhogy egy kimutatást kapnak majd a kereskedelmi banki ügyfelek arra vonatkozóan, hogy tulajdonképpen mennyire lett volna jó, vagy mennyivel lett volna jobb állampapírokban tartani a megtakarításokat, mint egyébként, tehát hogy látraszóló betétekben, odahaza, a párna alatt, ugye a klasszikus módon, és egyébként az inflációtól nem védett módon. Beszélünk az inflációról is, de a hét másik híre, hogy nyugdíjkorrekció érkezik. Úgy számol a kormány, hogy 18,5%-os lesz várhatóan a nyugdíjas infláció. Itt ugye arról van szó, hogy a nyugdíjasok fogyasztói kosarában nagyobb súllyal van jelen az élelmiszer, a gyógyszer vagy éppen az energia a korábbi 15%-os emeléshez képest. Itt van egy 3,5%-os különbség, ugyanakkor az adatok szerint 3,1% lesz a korrekció. Mi okozza ezt az eltérést? Igen, tulajdonképpen a kormányzatnak kötelezettsége azt, hogy az infláció követő, vagyis a nyugdíjakat infláció követő módon gondozza. A januári nyugdíjemelés zavar be, és az okozza egyébként ezt a tulajdonképpen minimális 0,4%-ot, ugye azt kell tulajdonképpen figyelembe vennünk, hogy januárban egy 15%-os nyugdíjemelés történt, tehát akinek mondjuk 100 volt a nyugdíja, az ugye 115-öt kapott, és hát egy ilyen kalkuláció eredményeképpen valójában azt kapjuk, hogy a tényleges nyugdíjemelés az 3,1%-os lesz, tehát tulajdonképpen jó hír érkezett a nyugdíjasoknak, továbbra is infláció követő marad a nyugdíjrendszer idehaza Magyarországon. 72 ezer forintos egyösszegű kifizetés várható novemberben átlagosan. Ez a költségvetésnek viszont egy csaknem 200 milliárd forintos kiadást jelent, ami most évvége előtt jelentkezik. Ez hogyan befolyásolja majd a költségvetést? Hát az egy fix pont, és abban mindenki egyetért, hogy ez egy nagyívű vállalás. Ugye beszéltünk is arról, meg ugye ezt hallani is, hogy ugye 3%-nál nagyobb nyugdíjemelés történik. Ez a költségvetés 190-200 milliárd forintban terheli meg. Ugye feszes a hazai költségvetés, és ugye a gazdaságpolitika nyilván az abban gondolkodik, hogy meddig lehet tovább feszíteni ezt a költségvetést, mire van nagyobb szükség. Arra egyébként, hogy például a fogyasztás ösztönzésén keresztül elkerülje a gazdaság a recessziót, vagy a nem növekedés állapotát, vagy egyébként arra, hogy kvázi a nyugdíjasok rétege további anyagi segítséget kapjon, és hát nyilván a hatások, az eredmények azok, amelyeket elemezni kell ilyenkor. A kormány úgy számol, hogy idén 3,9%-os GDP arányos államháztartási hiány lesz. Vannak olyan elemzők, akik szerint ez nőhet is, és hát most ön is arra utalt, hogy itt a vita alapvetően abban áll, hogy tartani kell-e a költségvetési számokat és kockáztatni a recesszió lehetőségét, vagy pedig enyhe hiánnyal számolni és elkerülni a recessziót. Igen, ez tulajdonképpen máshol is megfigyelhető ez a jelenség, meg egyébként a gazdaságtörténet sok példát tud erre vonatkozóan hozni. Azt én biztosnak és bizonyosnak látom, hogy tanulva a gazdaságpolitikai különböző hibákból és különböző esetekből, ugye 2010 előttről, amikor kvázi magas volt a költségvetési hiány, ismeri a kormányzat azt a jelenséget, hogy a pénzügyi stabilitást hozhat, gazdasági stabilitást, így akkor is, hogyha egy felfelé történő korrekció
valósul meg, az biztos, hogy nem tetemes és egy fenntarthatatlan irányba tolja a költségvetésnek a hiányát. Tehát én azt gondolom, hogy azért óvatosan játszik ezekkel a tételekkel a kormányzat, és az elsődleges célja az lehet, hogy a magyar gazdaságot lendületben tartsa, hogy sikerüljön elkerülni ugye az egész évre vonatkozóan a recessziót, és hogy egyébként 2024-ben látványosabb, dinamikusabb legyen az újraindulása a gazdaságnak. Beszélünk mindjárt a kilátásokról is, csak még a jegybankot is idehoznám, hiszen a jegybankoknak általánosságban véve Európában az a feladat, hogy kezeljék az inflációt, az Egyesült Államokban van gazdaság ösztönző funkciója is, és hát ilyenkor az elemzők mindazt mondják, hogy a jegybankok azt nézik, hogy az infláció hogyan tudna csökkenni, és akár annak árán is, hogy recesszió legyen, míg a kormányok mindig a növekedésben érdekeltek, és talán ez az, ami megalapozza azt a vitát, amit itthon is tapasztalunk a jegybank és a kormányzat között. A kormányfő fogalmazott úgy, hogy ide nem bicska kell, hanem fejsze az infláció letöréséhez, és hogy a kormányzat ebben szerepet vállal. Milyen eszközei maradtak a kormánynak az infláció letörésében? Azt kell alapvetően látni, hogy más az eszközrendszere a jegybankoknak, illetve a kormányzatoknak. Ugye a jegybanknak az elsődleges és legfontosabb feladata az árstabilitás, ugye az infláció, az árak emelkedésének féken tartása. Nem mondhatjuk azért azt, hogy a gazdasági növekedésben nem érdekelt a jegybank, hanem az árstabilitás az elsődleges fontosságú. A kormányzatnál más az eszközrendszer, a különböző kívánatos célokat, például a gazdasági növekedést más eszköz közökkel kívánják ők elérni. Ugye azt lehet egyébként mondani, hogy az árstabilitás az árak csökkenésének úgymond versenyébe beszállt a kormányzat is. Nyáron sokat hallhattunk például a kötelező akciózás hatásairól, vagy egyébként az online árfigyelő rendszer hatásairól, ugye még korábban az ársapkák rendszeréről, annak egyébként hatásairól, és ugye most azt láthatjuk, hogy nagyon eltökélten és kimondottan ösztönzötten igyekszik a jegybank is, illetve a kormányzat is olyan tartományba terelni az inflációt, ez a klasszikus egyszámjegyű tartomány, amely egyébként már kezelhető, és onnan még tovább látványosan csökkenthető. Szűk egy percünk van hátra. 2021-ben 7,1%-os volt a GDP növekedés a koronavírus járvány után, 22-ben 4,6% már a háború árnyékában. Most a várakozások szerint 0% fölött, tehát pozitív tartományban maradhat. A jövő évi kilátásokat mi alapozhatja meg? A működő tőkebeáramlás, az úgynevezett FDI aránya az Európai Unióban, Magyarországon a legmagasabb. Igen, és lehet látni, hogy erre a kormányzat kimondottan nagy hangsúlyt helyez. Azt is lehet mondani, hogy bizonyos szektorokban rekordokat dönt a külföldi tőke beáramlásának nagysága, egyébként bizonyos relációban aránya is. Ez egyébként a beruházásokon keresztül nagy lendületet adhat a gazdasági növekedésnek. A hét közepén érkezett az EBRD-nek a 2024-re vonatkozó előrejelzése, az egyébként kevésbé derülátó intézmény 2,8%-os gazdasági növekedést jósol, jóval nagyobbat, mint egyébként korábbi előrejelzésében. Tehát tulajdonképpen azt a fajta fordulatot, amelyet a magyar gazdaság azonosít, vagy a kormányzat azonosít, az EBRD is látja többek között. Pásztor Szabolcsnak köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen én is.